A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT-nél a milliós végkielégítések miatt nyáron kirobbant botrány után Winkler Tamás személyében új vezérigazgató került a vállalat élére, aki azonnal elrendelte a vízmű teljes átvilágítását. Bár a folyamat az ügy nagyságát és súlyosságát jelzendő még nem zárult le, a részleges eredményekből is kiderül, hogy a DRV ZRT és a Vörösiszap katasztrófában érintett MOL ZRT között fennálló szerződésnek köszönhetően csak az elmúlt 5 évben 329 milliós kár érte a vízművet. A DRV ZRT ugyanis még 2010-ben is egy 1976-os szerződés alapján jelentős kedvezménnyel szolgáltatta a vizet a MOL számára. Mindemellett bevett gyakorlat volt a díjtartozások esetében a kettős mérce alkalmazása. Miközben kivételezett keveseknek elengedték a díjtartozásokat, addig a kis fogyasztókon az utolsó fillérig bevasalták a hátralékot, mondta dr. Szabó Iván, a DRV jogi képviselője. Az elmúlt évek pazarló, felelőtlen gazdálkodása természetesen kihatott a vízdíjakra is. Hogy mi jön ezután, milyen következményei lesznek a történteknek? Mivel kiderültek olyan esetek, amelyek egyértelműen kimerítik a bűncselekmény fogalmát, az ügyvéd szerint egyértelmű a folytatás. Az általunk föltárt bűncselekmény gyanús esetekben a bizonyítékoknak az összegyűjtését követően meg fogjuk azt küldeni a Somogy megyei rendőrkapitányságnak, hűtlen kezelés és más bűncselekmények alapos gyanúja miatt. Jogi szempontból felmerülhet-e ebben az ügyben a fogyasztók kártalanítása valamilyen szinten, hiszen gyakorlatilag ők egy olyan vízért fizettek, ami nem is annyiba került. Sajnos a cátásának arra nincs lehetősége, hogy így módon kompenzálja a fogyasztókat. A legtöbb, amit tehetünk, az, hogy megpróbálunk innentől kezdve felelősen gazdálkodni. Ha csak azokat az úgynevezett guruló forintokat, amelyek az úgynevezett nyitott csapokból már elfogynak, elzárjuk, akkor azt látjuk, hogy a következő évek folyamán mintegy 1 milliárd forintot tudunk megtakarítani. És nyilván ennek a megtakarításnak az eredményeit a fogyasztók fogják élvezni, akár új beruházások, akár új vízdíjcsökkentés formájában. Azonban azt is látni kell, hogy az átvilágítás során olyan csontvázak is előkerültek, amelyek valószínűsítik, hogy a társaságnak a továbbiakban nem várt fizetési kötelezettségei lesznek, amelyek nyilván rontani fogják az eredményeit. A legtöbb, amit tehetünk, az, hogy meg fogjuk nevezni a felelősöket. A magas vízdíjak egyértelműen összefüggésbe hozhatóak a cég pazarló gazdálkodásával. A korábbi cégvezetés egyáltalán nem volt szégyenlős. A vizsgálati anyagból kiderül, hogy például Reményi Zoltán volt vezérigazgató munkaviszonya 2006. március 13-a és 2006. augusztus 31-e közötti időszakra két rövid, 3-3 hónapra megkötött, határozott időtartamú munkaszerződéssel kezdődött, mindenféle erre vonatkozó munkáltatói indok nélkül. Reményi Zoltán részére a munkaszerződések lejárta után mindkét esetben 3 havi átlagkeresetének megfelelő összegű végkielégítés, azaz 2x3 millió forint került kifizetésre. A volt vezérigazgató emellett 2008-ban 2 millió forint 100 hónapos futamidőre nyújtott visszatérítendő kölcsöne mellé lakás problémáinak megoldása érdekében szociális alapon 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kapott az általa elfogadott szabályzat és a menedzsment döntése alapján. Az eddigi vizsgálati eredmények több mint 700 millió forintnyi gyanús pénzmozgást tártak fel a cégnél, ezzel az összeggel átlagosan csaknem 624 ezer ember egy havi ivóvíz fogyasztását lehetne biztosítani. A sajtótájékoztatón elhangzott, az új menedzsment új irányokat határozott el, amivel átalakítható a pazarló gazdálkodás. Többet például nem fordulhat elő, hogy miközben több száz milliós tanácsadói szerződésekre van pénz, a terepen dolgozó vízműveseknek még munkavédelmi felszerelésük sincs. Fölülvizsgáljuk mindazokat a szerződéseket, amelyek a társaságra nézve előnytelenek. Megvizsgáljuk azt, hogy a kollégák közül ki végez olyan munkát, ami érdemi és hozzáadott értéket tartalmaz, és ki nem végez ilyet. Csak zárójelben mondom, hogy itt az elmúlt időszakban leépítés csak a fizikai állomány részéről volt, miközben a vízfej, ha szabad így fogalmaznom, változatlan maradt. Egyáltalán kik voltak annak a rendszernek a haszonélvezői, és ezeket a haszonélvezőket eltávolítjuk a társaság környezetéből. Hosszú távon várható a vízdíjak csökkenése itt a Balaton körül? Mi mindent elkövettünk annak érdekében, hogy csökkentsük a vízdíjat, de látva a műszaki állapotát a közműveknek, amivel dolgoznunk kell, én ezt felelősséggel most nem tudom megígérni sajnos. Ami tehát egyértelmű, a DRV pazarolt, a lakosság megfizette az indokolatlanul magas vízdíjat. Az ügyvéd szerint kárpótlása azonban nem lesz pénz, hiszen még az sem biztos, hogy a korábbi cégvezetés kommunikációja, miszerint nyereséges a DRV ZRT, igaz.
Márpedig, ha sokkal súlyosabb anyagi helyzetben van a DRV ZRT, mint ahogy azt az átadás átvételnél látták, alig ha tudná kompenzálni a fogyasztókat. A vízdíj csökkentésére pedig jelenleg sincs konkrét ígéret. A szándékkal kell egyelőre beírniük mindazoknak, akik eddig megbízva a cégben szorgalmasan vitték sárga színű csekjüket a postára, és fizették, fizetik az országban egyedülálló magas vízdíjat.